Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon megtisztelő számomra, hogy ilyen sokan eljöttek. Ilyen 6-7 főhöz voltunk szokva, meg ilyen kis baráti társaságokhoz. És zavarba is jöttem ettől, úgyhogy már kezdek ideges lenni, pedig nem igazán jellemző rám. A mai napon egyébként az jó men, mert a nap is kisütött, és hát napatyánkról lesz szó részben. És hát ha összeadjuk ma, legyünk már nagyon spirituálisak, a mai dátumot az a kijön a 7-es szám, ugye 2020-02-28, ez sem volt szándékos, de kijön a 7-es szám, és az a 7-es szám ma nagyon fontos szerepet fog játszani az előadás során. A három magyar igazság, azt szokták mondani, és hát elérkeztünk a Bukott Istenek harmadik részéhez. Az egy a ráadás, az majd egy könyv lesz, ha a Jóisten megsegít. És a másik két rész azt azért tartottam fontosnak elmondani a magam módján, hogy egy kicsit ilyen tágabb szemszögből közelítsünk majd ehhez a mai témához. Mai idézetünk, ugye ez már a régi is, titokba avatlak be, rejtett tudásába az Isteneknek, mondta ugye útnapistém, a vízözön történetét mondta el Gilgamesnek, és hát ha az útnapistémről nyilván hallottunk, az Akkád változat, tehát az Akkádok azt mondták ugye Noéról, tehát a útnapistém, illetve a sumérok őt Ziusziddunak vagy Ziusziddrának hívták, és hát Gilgames a mi verziunkban ő Nimród maga. És hát erről a titokról lesz szó, hogy milyen titokról szólhatott mondjuk most ugye azt, hogy Noé mondjuk Nimródnak, és miért pont neki? Nagyon érdekes dolog ez, mert sokat foglalkoztam ezzel a témával, mitológiával, mitológiai dolgoknak a jelentésével, hogy valami jól kódoltuk-e, jól értelmeztük-e a dolgokat, illetve hogy a mi szempontokból, az emberiség szempontjából is, és a mi szempontokból is, vagy mi a jelentősége mindennek, vagy van-e valami üzenete, amiről megfeledkeztünk, vagy rosszul kódoljuk. És hogy miért is kell a múlttal foglalkozni, hogy mit ér, ha tudjuk a múltunkat. Ezzel egy idézetet szeretnék ehhez mondani egy filmből, a Mennyei Királyságból, amikor Szalahaddintól kérdezte Balián, ugye a Jeruzsálem védője, hogy mit ér Jeruzsálem. És azt mondta Szalahaddin, hogy semmit. Aztán pár pillanat múlva visszafordult, és azt mondta, és mindent. Tehát, ha nincs múltunk, nincsenek meg a gyökereink, nem nincs törzs a fának, és nincs termése. Tehát nagyon fontos ezzel foglalkoznunk. Az is nagyon fontos dolog, hogy beszéltünk róla, hogy végigkíséri az emberiség történelmét valamilyen titok, valamilyen misztikum, valamilyen erők, jók vagy gonoszak. És általában, ha már Nimródról volt szó az elején, akkor azt tudjuk nagyon jól, hogy a Biblia szerint, illetve egy közösség szerint ő a gonosz volt, aki Isten ellen harcolt, és innestől kezdve, ugye a mi népünk, mivel nekünk ő az ősatyánk, innestől kezdve, hogy mi mindig a rossz oldalon állunk. Csak az a baj, hogy amikor megnézem a történelmet, és megnézem az eseményeket, akkor az egyik oldalon mindig fényt látok, szeretetet látok, jóságot látok, rendet látok, spiritualitást látok, a másik oldalon pedig gyűlöletet, haragot, gyilkosságot, abnormalitást, és nem stimmel a kettő, mert nem mi vagyunk azok, akik gyűlölködünk, nem mi vagyunk azok, akik másokat legyilkolászunk, hanem éppen egy másik oldal. És emiatt nagyon fontos lenne megtudnunk az igazságot, és hát tesznek is arról egyesek, hogy ne tudjuk meg soha azt az igazságot. Az, hogy mi az igazság, én nem tudom. Ennek az előadásnak is az a témája, vagy az a legfontosabb célja számomra, hogy elmondjak egy olyan verziót, amit én a sok kutatásom során találtam, és ha más nem, legalább a magyarságra nézve egy kicsit pozitívabban álljunk a mi ősiségünkhöz. Egy újabb idézet, a mítosz csak akkor válhat nagyértékű tanítássá, ha az ember már tud valamit. Máskülönben a kapu kérdelhetetlenül zárva marad. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen szellemi tudásunk is, kutassunk és tanuljunk. És akkor, ha már sok mindent tudunk és tanulunk, akkor valószínűleg ezen a kapun át tudunk lépni. A mai előadáson azt szeretném, hogy picit lépjünk be ezen a kapun, bárhova is vezet ez a kapu.
Bernard Shaw mondta, hogy minden nagy igazság kezdetben Isten káromlás volt, és hát azt nagyon jól tudjuk, hogy aki azt a bizonyos Istent, akit mondjuk Jehovának hívnak, káromolta, vagy ellene szólt, vagy megkérdőjelezte az ő jóságát, vagy mindenhatóságát, azt nem igazán nézték jó szemmel, és tűzzel-vassal eltaposták. Egy idézetet hoztam egy római imperátortól, ugye úgy szól, hogy minden olyan esetben, amiben a szakrális témájú mítoszok összeegyeztetetlennek az értelemmel, pontosan eme összeegyeztetetlenség által arra szólítanak fel, mondhatni, azt követelik, hogy ne szó szerint értelmezzük őket, hanem kutassuk fel, és fejtsük meg rejtett értelmüket. Amikor a jelentés, ugye, és innestől kezdve a szavak közönséges értelmét félre kell tenni, és a tiszta intelligencia eljut a minden létezőn túli Istenek eltérő természetének a megértéséig. Ezt Julianus Flavius, a római imperátor mondta, úgy hívták őt, hogy apostáta hitehagyott. És ezt a idézetet aféle hermeneutikai alapelvként kellene alkalmazniuk mindazoknak, akik ősi mitológiákat és teológiákat tanulmányoznak. Ugye Hermészről, a Hermész Trismegistusról hallottunk, ugye, és hát megint itt van, felbukkan itt is, hogy mi az az a hermetikusan elzárt titok, háromszorosan is, amiről mi nem tudunk. És mi az, amiről mondjuk a rómaiak esetleg tudtak, bár nem biztos, hogy jól használták. És még egy idézet, hogy vesszenek, akik már előttünk elmondták azt, amit most mi mondunk. Nyilván nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, nem biztos, hogy ugyanaz a véleményünk erről. Én csak a saját véleményem tudom elmondani, és aztán tudunk beszélgetni, vitatkozni. Kezdjük azzal, egy Vörös Sándor versből idézek, éber állom félhomája rajtunk, így veszédjük, mocsármélyi harcunk, honnan nincs kiút. Ahány vallás van, mindezt a keserves létet álmodja örökké valónak. Tehát Vörös Sándort inkább a költőként ismerjük, de ő nagyon spirituális szellem és lélek volt. Ugye ő idézete az, hogy alattam a föld, fölöttem az ég, és bennem a létra. Tehát ő nagyon sok mindent tudott, mondjuk épp úgy, mint Ady Endre, meg még nagyon sokan mások a magyar költők, írók közül. Kezdjük akkor ezzel, hogy ugye van a vallás. A vallás az egy eszmerendszer. Emberek hozták létre, emberek irányítják, nyilván hasonló a politikához, egy uralkodó dolog, amivel mások fölött lehet uralkodni. Az egyház, az egy társadalmi szervezet, szintén erről szól, bármelyik egyházról legyen is szó. Egyedül a hit az, ami inkább személyes élmény, érzelem. És ez az a hit, ami csodákra képes, azt szokták mondani, de ugyanez az a hit, ami vakhit is lehet, és akkor nagyon-nagyon borzalmas dolgokra vezethet. És hát látjuk, hogy egyes vallások mire képesek, holott mindegyik azt mondja, hogy ő az igaz vallás és a jó vallása. A vallások közül én két párhuzamot húztam. Az egyik a hitvallások, a másik pedig a misztériumvallások. A hitvallások, ugye az a lényege, hogy hinni kell, benne is kész. Tehát nincs benne tudás, nincs benne megtapasztalás, el kell hinni a dogmákat, és onnantól kezdve nincs vele gond, nagyon könnyen is lehet ezeket terjeszteni, mert hát igazándiból nem kell nagy erőfeszítés hozzá. Ilyenek például az ábrahámita vallások, azok a vallások, amelyek ugye Ábrahámot tekintik ősatyuknak, a muszlim, a zsidó vallás, a judó-keresztény vallás, és ugye ezzel párhuzamba vagy szembeállítottam a misztérium vallásokat, ahol viszont megtapasztalás van és tudás van. És ehhez viszont beavatásra van szükség. Ez egy nagyon hosszú út, nem csoda, hogy az nem tömegeknek szól. Ilyen, mondjuk a szkíta vallások is ilyenek voltak. És én azt szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy az ember a hitgyülekezetének tagja, vagy a tudás népének a tagja. Ez nagyon nem mindegy. És nem megsérteni akarom senkinek sem a hitét, vagy a hitét főleg nem. Idéznék két pápától, vagy két pápáról beszélnék most, hát ők azért csak tudják, hogy mi a helyzet. Második János Pál pápával történt meg az, amikor ugye a peru indiánok visszavitték neki a Bibliát, és azt mondták neki, hogy ezzel a könyvvel írtották ki a népünket azok, akik ezt a vallásunknak hozták. Bennük volt annyi kurázsi, ami bennünk nem volt mondjuk annak idején. A másik pedig ugye 23. János Pál pápa, aki össze akart állítani az igazság Bibliáját, és 1962-ben összehívta a zsinatot, szegény csak egy beszédet mondhatott el, aztán érdekes módon azonnal meg is halt. Véletlenül. Hát ez az egész előadásomban majd előjön, hogy olyan furcsa dolgok történtek, hogy mindenki meghal, vagy legyilkolásszák, aki ezzel foglalkozott.
és ő ezt az egyetlen egy beszédét tudta elmondani, aztán hirtelen meghalt, az pedig arról szólt, hogy össze kellene állítani a megtalált sumér első biblia alapján, ami mindent feltárt igazándiból azok előtt, akikhez hozzájuthattak, és megmagyarázott, egy új bibliát, mert a régi, ő maga mondja, hogy nagy részt összelopkodott, átírt ókori hagyománynak és letűnt népeknek, a sumér, akkád, kád, babiloninak a megmásított történelméről szól. És kötve vagyunk ehhez az ózsdi judaizmussal, és nekünk ugye nem elég az Isten fia. Tehát már ő is mondja, hogy valami óriási probléma van, ugye az Ótestamentummal, és ezzel az ózsdi meghamisított, össze-vissza hazudozott történettel, és amiről Krisztus beszél. De hát ezt nyilván mindenki ezt hallotta és tudja. Én is azt tapasztalom, hogy óriási ellentét van tehát az ábrahámita vallások, és a mondjuk a szkíta népek vallása között. Az ábrahámita vallások Ábrahámot tekintik ősatjuknak. Mi pedig Nimródot tekintjük ősatjánknak. És meg fogjuk látni, hogy ez a dolog, ez nagyon-nagyon-nagyon ősi dologra vezethető vissza, a két ősatya ellentétére, amit különböző forrásokból azért, ha utána meg is fogunk találni, hogy tényleg ez így volt. Mielőtt erre rátérnénk, azért a misztérium vallásokról beszélnék egy pár szót. Ugye van, aki azt mondja, hogy a misztérium vallások mítoszai, amiről ugye beszélünk, és nem szó szerint kell értelmeznünk, mert ugye az értelmünknek ellentmondanak. Lényegükben azoknak a tudatállapotoknak az allegóriái, amelyeket az önmegvalósítás ösvényén járó beavatott tapasztal meg. Tehát itt a beavatás során történik valami, egy olyan tudáshoz jut valaki, ami megváltoztatja mondjuk az egész életét, illetve a környezet életét is. Tehát itt határozottan a misztérium vallásoknál beavatásokról van szó, beavatási szintekről. Ilyen misztérium vallás volt mondjuk a szkítáké, pártusoké, vagy az egyiptomiaké, a suméroké, tehát nagyon sok ilyen misztérium vallás van. És a misztériumok papjait úgy hívták, hogy az erdők királya. Helyes az a megközelítés, amely szerint a beavatás nem más, mint a hétköznapi ember halálába torkolló folyamat aktív véghezvitele. A beavatás a meghalást, a halálon való keresztülmenést előidéző hatalom, s a célja a halálon túli önújratételezés. A beavatás akaratlagos halál. És ezt úgy nevezik, hogy metamorfózis. Fontos lesz ez a szó a mai előadás során. Tehát valami történik az emberrel, ami amúgy nem történne meg, és ugye abban a vakságban, mocsárban élne tovább, amiről Vörös Sándor is beszélt, valami történik ilyen beavatás során. De hogy mi ez, és mi közünk nekünk mindehhez? Mindjárt meg is nézzük. Még annyit, hogy két fő ösvénye van ennek a misztérium vallásoknak, a lunáris ösvény, ugye a hold, és a szoláris ösvény, az a nap. És innen egyből eszembe is jutott, hogy Assisi Szent Ferenc Napfivér Holdnővér című filmje, ahol ő is valami halál utáni vagy újra tételezésen ment keresztül, és még a mai történetben Assisi Szent Ferencnek szerepe lesz. Majd ugye eljutunk majd II. Andrásig, és akkor majd ott beszélünk még róla. Hogy miért is van mindez? Miért van szükség vallásokra? Miért van szükség misztériumokra? Mi az, amit az ember önmagától nem talál meg? És miért nem találhatja meg? Ez nagyon fontos kérdés, mert másképp ugye mi is értelme a létünknek. Nem tudunk rájönni, hogy mi értelme a létezésünknek. Nem tudunk ezzel mit kezdeni, és miért nem. És most a tudományhoz fordultam, hát én mindig a mitológiás, spiritualitás, tudományt, ezt mindig összehasonlítom. És menjünk is a teremtéshez, evolúcióhoz, az emberhez, illetve a magyarsághoz. Ugye az evolúció is arról szól, ugye, hogy emberszabású majomból ugye lett az ember. A sumérok és a görögök is nyilván, ők azt mondják, hogy az Anunnaki istenek, akik az égből jöttek, ők teremtették az embert sárból. Tehát olyan anyagból, vagy olyan lényből, ugye, aki alantasabb volt, idézőjelben mondom ezt az alantasságot. És így jött létre ugye az ember. Ez az emberi faj, a homo faj. És bármelyik is az igaz, nyilván, én ebben nem akarok belevenni, az nagyon érdekes, hogy például az emberszabású majomnál a csimpánz 98%-ban a DNS-e megegyezik az emberével. Tehát ott volt valamiféle keveredés, de hát hogyan? Magától az evolúció ilyen lépéseket nem tesz. Tehát valószínű, hogy volt valamiféle beavatkozás, ahogy a legtöbb vallás, misztérium ezt el is mondja, hogy istenek beavatkoztak. Létrehozták az emberi fajt,
Ez most a vallás része. És ugye nevezzük ezt Ádámnak. Ez az én felfogásom, nyilván ezzel lehet vitatkozni. Aztán érdekes módon a sumérok elmondják, hogy az anunoka isteneknek nem sikerült az teljesen olyan jól, és ők még kísérletezgettek. És többféle embert hoztak létre, ami egyre jobbá sikeredett. És valóban, ha megnézzük a... Bocsánat. Akkor egy időben élt a Földön három ember, különböző faj, emberfaj, különböző fajok. A Homo erectus, én ezt Abelnek neveztem, a Homo neanderitis, ugye a neandervölgyi ember, én ezt Káinnak neveztem, és a Homo sapiens az sét. Én a Bibliát használtam nyilván ember típusokra, és ez azért furcsa, mert különböző emberfajokról beszélünk. A faj fogalma az azt jelenti, hogy önmagukkal tudnak szaporodni, de más fajokkal nem. Tehát a zsirát nem tud szaporodni a zebrával, az oroszlán nem tud a kecskével, stb. Viszont, ha ezek különböző fajok, akkor hogy lehettek egy időben, és hogyan tudtak esetleg egymással keveredni? És most, mielőtt azt mondják, hogy ez nagyon meredek, egy jelenkor legnagyobb, legünnepeltebb izraeli, furcsa ezt tőlem, professzorát idézném, Yuval Noah Hararit, aki azt mondja, hogy több emberi faj élt egy időben egyszerre együtt a Földön. Ez már tény. És ezt cáfolja ugye az őstörténet, amit tanítanak nekünk. És azt mondja, hogy nem kicserélődés történt. Tehát nekünk azt tanítják, hogy voltak ugye a előemberek, meg ősemberek, és egyik kipusztult, majd jött a másik, vagy abból fejlődött, és így szép sorban láncot alkottak. A tudomány, a mai tudomány azt mondja, hogy nem igaz, nem kicserélődés történt, hanem keveredés. És ezek a fajok keveredtek egymással. És hogyha határfajok keveredéséről van szó, akkor óriási problémák jönnek elő, mert ezt nevezzük ugye hibriditásnak, és a hibriditással, a keveredéssel különböző problémák jöhetnek elő. Hímsterilitás, mondom, óriás növés, hatújúság, és stb. Amiről mondjuk éppen a mitológiák beszélnek, a maguk módján. És ha ez a keveredés megtörtént, akkor kétféleképpen történt. Én a Bibliát hoztam most. A bűn eláradása a Földön a Biblia szerint úgy történt, hogy a Káin és Sét nemzetsége összekeveredett. És akkor ekkortól az ember életkora lett 120 év. Hát ha megnézzük a Káin és Sét nemzetség, az azt jelenti, hogy a neandervölgyi és a Homo sapiens összekeveredett. Erről beszél egyébként a Gilgames eposz. Gilgames legjobb barátja Enkidu volt. Szőrös volt és nem tudott beszélni. Ugye Gilgamesét meg akarta menteni, de hát nem bírta ki a próbát, a kígyó 7 napig nem tudott ébren maradni, a kígyó ellopta ugye az életfüvét, és a neandervölgyi tényleg kipusztult, de keveredett előtte a homo sapiens-szel, hiszen az immunrendszerünk is például a neandervölgyitől van, a homo mai ember immunrendszere, sőt a fehér bőrszínünk is innen van. Illetve még egy keveredésről beszél maga a Biblia is, arról, hogy ezek az istenek, felvigyázók, őrzők, akár Hénok könyvét nézem, akár a görögöket, mondjuk Pandóra Szelencének a történetét, ahol ugye Epiméteusz, Prométeusz testvére elvette a sárból készült, Hefaisztoszé készítették Pandórát, és akkor kinyílt a szelencéje, és minden baj az emberekre áradt. Tehát ebből is bajok származtak, és a Biblia ezt úgy írja le, hogy az istenek fiai bementek az emberek lányaihoz, és így születtek a nefilimek ebből a hibriditásból. Tehát igazándiból ezt a történetet, ha többfelől megnézzük, akkor összerakhatunk egy olyan képet, hogy itt bizony valami történt az emberrel, és ennek a keveredésnek a hozományaként valószínűleg akkor történt baj. Azért kell a misztika, vagy a misztériumvallás, azért kell a beavatás, azért kell dolgok, mert például becsukódott a harmadik szemünk. Vagy mert le lettünk blokkolva a DNS-ünkben valahogyan. Vagy el lett rejtve valami, hogy ne kerüljön ugye illetéktelenekhez. Vagy így történt, vagy nem, ez az én elméletem. Viszont mi történt mindez után? És nézzük meg ugye ezt a keveredést, azt mondják, hogy Nimród is óriás volt. Tehát ő is nefilim volt. Tehát ha ez igaz,
akkor örökölte ezt az isteni dolgot. Mi is érezzük az emberek, hogy keverve vagyunk. Ugye van bennünk állatias, van bennünk istenszerű, tehát vannak bennünk nagyon primitívek, és vannak közöttünk, akik már 5 évesen zongoráznak. És ez az elmélet viszont azért óriási probléma, és maga Harari professzor mondja, mert ez azt jelenti, hogyha nem kicserélődés történt az emberiségnél, hanem keveredés, akkor óriási különbségek vannak több tízezer évre visszamenőleg az emberek között. Ami nagyon csúnya fajelméletekhez vezethet. Pedig nem erről lenne szó, csak az igazságról. Mert nem mindegy, hogy kiből mondjuk mennyi van. És az a 2% eltérés a DNS-ben a csimpánz meg az ember között mit jelent? Akkor mit jelenthet mondjuk egy pár ezrelék, mondjuk egy isteni, vagy anunnaki vérvonalból, vagy egyébből, vagy a neandervölgyiből. Tehát ez egy nagyon érdekes új elmélet, és én ezt használtam fel az enyémhez. Aztán mi is történik a Biblia szerint? Jön a vízözön. És a vízözönben megmarad egy ág. Ugye a Noé ága, aki Ziusiddu, vagy Utnapistén. Az ő ága, akit én Sét ágának neveztem, az marad meg. Őt egyébként Enki isten, Sumér isten, Enki, Ea figyelmeztette, hogy jön a vízözön, és ő úgy menekült meg. Ő Noé a Bibliában. És Enkit úgy nevezték, hogy a fény úr. Ugye Sumer volt az a kusok, akihez alászállt az égi királyság. Fény úr birodalma. És az a fény nagyon fontos, hogy Enki a fény. És Noé az ő maradt meg, és látjuk, hogy Noé utódai Kám, Sém, Jafet, most ezt használom, amit a Biblia. Most a Sém és Jafet ágban nem foglalkozok, ugye Sém a semiták, sémiták. Nézzük a másik ágat, ami szerintem az isteni vérvonalat is örökítette. Vagy valami nagyon fontosat, ami a fénnyel kapcsolatos. Kám, Kám fia Kus, Kus fia Nimród. Nimród ugye Hunor és Magor, akit Pálosnak vagy Napusnak nevezünk. Hun úr, Mag úr, vagy Pál ős, Nap ős. Ugyanaz. Ugye, és ez az ág, aki Attila vérvonala, Attila is onnan származik, és az Árpád-házi királyaink, illetve a Gut-Kelet-ház, ami majd fontos lesz később. Ezt nevezzük Turul nemzetségnek. Ebből származik ugye a nagy tanító Buda, Buddha, Jézus, Mani, Zarathustra. És olyan népek, akik a mi rokonaink, őseink, testvéreink, sumérok, szabírok, hettiták, médek, szkíták, pártusok, hunok, magyarok. Amiről semmit nem tanítanak a történelemkönyvekben. Csak a görögökről, meg az egyiptomiakról. Miért nem tanítanak ezekről a népekről, meg erről a vérvonalról? Nagyon fontos lesz, hogy miért nem. És akkor gyorsan visszaugrunk, kezdjük akkor, ugye amikor Noé 500 esztendős volt, nemzé Sémet, Kámot, Jafetet, ugye, már itt is az, hogy ezek az ősapák 5, 6, 7, 8, 900 évig is éltek. Sokkal hosszabb volt az életük, mint nekünk. És nézzük meg ezt a Noét. A test, amikor megszületett, olyan furcsa csecsemő volt, hogy Lámek, ugye az apja gyanakodni kezdett, a teste fehér volt, mint a hó, és vörös, mint a rózsabimbó, a fején a haja fűtjei fehérek, mint a gyapjú, és a szeme világos. Amikor kinyitotta a szemét, megvilágította a házat, mint a nap, és az egész ház tündökölt. Tehát Noé egy különleges gyerek volt, nem olyan, mint a többi ember. Vajon honnan örökölte a génjeit? És maga Lámek mondta, hogy különös fiat nemzettem, már gyanakodott, hát nyilván akkor sem voltak bolondok a férfiak, más, mint az emberek, és nem hasonlatos hozzájuk, hanem Isten fiaihoz hasonlít, a mennyekben. A természete más, nem olyan, mint a miénk. Úgy tűnik, nem tőlem fogant, hanem az angyaloktól. Ezért Lámek gyanította, hogy egy figyelőtől fogant, az Isten fiai valamelyikétől. Tehát mindaz, amit eddig levezettem, ebből logikusan következik, és nagyon-nagyon elgondolkodtató. És ha ugye Noénak a utóda volt ugye Kám, Kus és Nimród, vajon, és Sém, ugye és Jafet, vajon melyik örökölte ezt a fénytulajdonságot? Hát mi? Mert a másik kettőnél nincs ilyen. Én végignéztem a történetet, de mindjárt tegyünk is tovább. Ugye akkor itt vagyunk, hogy a teremtés és evolúció, én azt szoktam mondani, hogy persze, mind a kettő igaz. Tehát volt teremtés és van evolúció, nyilván működnek ezek a dolgok. Csak az a probléma, hogy megint Vörös Sándort idézném, hogy kóbormacska szívja csibe vérét, ennek halálkínja
annak éhét egyben szenvedem. Hisz egymáson élősködve élünk, más halálán életet cserélünk, a föld rendje ez. Tehát milyen Isten az, aki olyan földet teremt, olyan világot, ahol egymást kell megennünk. Mindenki azt mondja, hogy milyen szép a természet az ember nélkül, szép a fenét. Hát az oroszlánnak mi szép abban, hogyha mondjuk széttépi az antilopot. Vagy ő tépi szép, vagy öregkorában egy másik oroszlán. Tehát ebben semmi szépség nincsen. És ebből a bocsárból nem tudunk kilábalni. Mert ugye azt mondja az evolúció, hogy harc folyik az életben maradásért. Na de miért kell ezt csinálni, hogyha van egy Isten, aki ezt meg tudná változtatni? Vagy pedig voltak Istenek, csak ők se tudnak mindent megváltoztatni. Ugye, és a majomból ember lett, az emberből meg Isten. Azt hiszük mi. Egy a biztos, hogy a sumérok szerint az embert Enki Isten teremtette, a társa Ninhurszág volt. Így hívták ezeket a Ninmák, Enkit meg Eának. Tehát ő teremtette az embert, leírják, hogy hogyan. Pontosan. Ezért egy ilyen omega-szerű jele például Ninmáknak is, ami megjelenik nagyon sok helyen. És el is érkeztünk a mai előadásunk fő témájához, hogy napatya gyermekei. Mindig azt mondják, hogy ugye mi a nap fiai vagyunk, napatya a mi atyánk. Hát mi ezt nagyon érezzük, ha azt mondják napatya, azonnal úgy magunkra találunk. A mi őseink ugye a felkelő napot tisztelték és köszöntötték, például a pártusok is. És aki tiszta vizet szeretne inni, annak el kell mennie a forrásig. Hát nálam most a forrás, nyilván mehetnénk tovább is, de én a sumérokig megyek csak vissza, nekem az bőven elég. Ugye beszéltünk az anunnaki istenekről, Sumért Kiengirnek hívták, fényúr országának. És ez a fényúr, ez nem egyéb volt, mint Enki. Voltak más istenek, ugye, Anu a főisten, Enlil, ugye él Isten, vagy Enlil, az majd Kánaánnál fontos lesz. Enki atya, nézzük meg a két kígyót, két oldalt, az a két kígyó, ami a Hermész botjára is feltekeredik, és ami a DNS jelképezi valószínűleg, Ninhurszág, és mindegyiknél van Bika Szarf, nem is egy, ami az istenséget, az isteni származást jelenti. És itt van Innana. Innana, aki nagyon fontos a magyarság szempontjából, sok neve van, anyahita is lehet, ő az égföld szülte. A sumérok azt írják róla, hogy az anunnaki isteneknek közül ő volt az első, aki a földön született. Tehát igazi anunnaki isten volt, de a földön született. Tehát mind a két tulajdonságot bírta, az ő Iker testvére volt Utu vagy Samás, aki a napisten a suméroknál. És akkor ugye úgy hívták ezeket az entitásokat, hogy égemberek, és megint egy Assisi Ferenc részletet hozta, naphimnusz, tehát urunk bátyánk a nap, és hold nénénk, így nevezi. Tehát valami beavatást Assisi Szent Ferenc biztos, hogy átélt, és tudott valamit, nem is igen kedvelte őt a Vatikán. A magyarok istenei közül, ugye a magyaroknak is nagyon sok istene van, legalábbis sokféleképpen nevezik az isteneket. Van öreg istenünk, magyarok istene, világfigyelő fiú, aranyatyácska, hadúr, mennyei atya, teremtő atya, boldog asszonyunk. Honnan vannak ezek a nevek? Mit jelentenek? Kit jelentenek? Talán emlékszünk az ősi sumér entitásokra, istenekre? És akkor egy idézet, oltalmazónk, minden titok dicső nagyasszonya, vigyázó két szemed óvjon minket napatyánk fényében. Ez nem sumér, ez magyar. A tatárlakai korong megfejtése, lefordítása, 6500 éves, magyar. Tehát a mi őseink ugye a nagyasszonyhoz boldogasszony és a napatyánkhoz imádkoztak. És mi voltunk barbárok. Ott látható ugye a napatya, ott az oroszlán, ez az oroszlán nagyon sok mindent jelent majd, ott látható ugye boldogasszonyunk, vagy nagy boldogasszonyunk, napböltözött nagy boldogasszonyunk, ő Innana, ott az íj a kezében, hát ősi fegyverünk az íj, a feje fölött a nyolcágú csillag, esthajnal csillag jelképe, ugye Innana az esthajnal csillag volt a jele, ezért kapta a nyolcágú csillagot, az esthajnal csillag a nyolcadik bolygó, de csak akkor, ha kívülről jövünk a naprendszerből. A hetes szám, a hetedik az a föld. Az volt Enlil száma. De csak, ha kívülről nézzük a naprendszerből. És ő mondta, ugye innen, hogy az istenek csupán félénk madarak, míg én köztük fénylő sólyom vagyok. Már itt van a sólyom jelképünk. És akkor gyorsan a magyarok jelképéről beszéljünk egy picit, amiket mi használunk. Mind napjelkép, fényjelkép.
A csodaszarvas, az aranyszarvas visszavezeti az embert a régi tanítás ősi bölcsességéhez. Agancsa között ugye a nap, napállat, fényjelkép. A turul, a hatalom, a türelem, a fényesség, az őrzés, az égi származás és a tudás szimbóluma. Napisten jelképe. Sumér turul, jelentése a fény fia. A párduc, napot jelképező táltos állatős. Az erő, a gyorsaság, természet feletti világ szimbóluma, ősidőktől a harcos és harc jelképe. Akkor a kígyó, ugye Enki, Ea a kígyó, hát látszik is, így is ábrázolták. A halhatatlan Isten, őrállat, napisten védelmezője, a fény védelmezője. A kígyó jelképe még az újjászületésnek, a reinkarnációnak, halhatatlanságnak. Ugye ahogy a kígyó levedli a bőrét, úgy vedli le a lélek a testet, tehát ez a reinkarnációra utal. Az oroszlán, mint szimbólumunk, ugye a napot, a látható és a spirituális fényt, a ragyogást, a dicsőséget, a pompát, hatalmat, stb. Jelképezi. Minden, most a lóról nem beszélek, csak oda tettem, de ugye majd a fehér ló váltja fel esetleg a más, mondjuk a bikának a szerepét. Tehát minden ősi jelképünk, napi jelkép, fényjelkép. És mi lennénk a sötétség meg a gonosz? Akiknek ilyen jelképei vannak. Hát Nimrodot ugye úgy nevezték, hogy nap párduca. Kust úgy nevezték, Jézust úgy nevezték a zsidók maguk, hogy a istentelen Nimrod fiának a fia. Tehát ez a mi népünk, ez a mi történetünk. És ebből egy dolgot lehet leszűrni, azt, hogy létezhetett egy ős egyetemes vallás, régen, amit el akarnak velünk, vagy előlünk rejteni. Valami tudás, valaminek a tudása. Nem akarják, hogy ezt tudjuk. Ugye a teológia és a történelemtudomány szerint az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi hunszkít, a magyar őseinek a vallása volt. A magát, ugye ezt az egészet, egyenesen az élő Isten nyilatkozta ki a nagyfiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda, Jézus, Mani néven tart nyilván. Ezek az emberiség nagy tanítói, mind szkíta származásúak voltak, mind beszéltek valamiről, ami fontos volt, ébresztették az emberiséget. Magyar népünk napgyermekei az ősit szerint Isten fiai voltak. Ez a mi népünk. Napgyermekek vagyunk. Isten fiai. Melyik istené? Hát biztos nem Jehováé szerintem. A napvallású szkíták és a mágusok ősét, a mitológiai kust, ugye Nimród atyát, ősatyát napként tisztelték. Magóknak, mágusnak nevezték. A nap hős párduca volt. A nemeseink párducbőrkacagányban jártak, sokáig már azt se tudták, hogy miért. De még ugye a szempapok Egyiptomban is, és még ugye az ázsiai papok is. És ha már Nimrodról és Zarathustráról beszéltünk, a hellének ezt a Nimrodot tartják Zoroasternek, Zarathustrának. Tehát Nimrod, Gilgames, Ninurta, Zarathustra. Ugyanarról beszélünk, a mi ősapánkról, aki csak a nap és a fény szavak közé ékelődik állandóan. Tehát csak ilyen összefüggésben beszélnek róla. Ő lenne a gonosz. Mikor megszületik Nimród, illetve Zoroaster, Zarathustra, a teste világít, találkoztunk az imént már ezzel. A főpap keze leszárad, amikor ne akarja a kardjával ölni a kisdedet. Még most is van olyan mondásunk, hogy száradjon le a keze, aki esetleg hozzánk ér, vagy bánt bennünket. Azóta tartjuk ezt az egész történetet. És ha ugye Nimród a Zoroaster, akkor Nimród teste is világított, és ugye Nimród óriás is volt. Tehát ahogy Noé, amit örökölt, azt Nimród is örökölte. Azt, hogy világított a teste, és a nap gyermeke volt, és fény tanító volt. És akkor ő volt a gonosz, aki Isten ellen lázadt volna? És akkor térjünk az zoroasztrizmusra gyorsan. Az Avesta azt jelenti, hogy törvény, vagy Zendavesta. Az zoroasztrizmus, a mazdaizmus hajnalán úgy hívták a főistent, a teremtőt, hogy apam napad. Tehát ha megnézzük visszafele, mint a rovási írásunkat, napapám. Tehát már ebben is benne van, szinte magyarul lehet érteni. És anyahita volt a vizek úrnője. És anyahita volt, aki felügyelt a világ mindenséget. Anyahita.
És Ahura Mazda, ugye a napisten, ő bízta ezt a feladatot anyahitára. Ez a Antal Emeku, ez az égi szentírás. Valószínű, hogy erről beszélt az a pápa, ugye, akit a beszéde után véletlenül meg is halt, mert nagyon beteg lehetett szegény. A Ahura Mazdáról annyit, hogy ő teremtette a világot, az eget, az embert, és neki két ikerfia volt, ugye a Szentlélek, a jó, és volt a Ahriman, Ármány magyarul, aki a gonosz, és mindenben az apja ellentéte. És ugye mindent, ami világos, tiszta, ragyogó, értelmes, az Ahura Mazda teremtette, és Ahriman pedig mindent, ami gonosz, káros, stb. Ahura Mazdának ugye a templomaiban örök tűz éget. Hát mi a szerb tűznél, ugye a tüzet is nagyon fontos szerepe van nálunk a hitünkben. Ez szerint a kultusz szerint 12.000 éves ciklusról beszélnek. 12.000. évben az a jóslat, hogy megszületik Zarathustra ereje által, tehát Zarathustra, vagyis Nimród vérvonalából az az ember egy szűz leánytól, akit úgy hívnak, hogy Saúsian, a végső idők megváltója. És ő, Mitra, a napisten küldötte segítségével végképp legyőzi a sötétséget. Ez ennek a vallásnak a jövendőlése. 3000 évig uralkodott ugye Ahura Mazda, aztán jött ugye Ármány, Ahriman, és utána megjósolta, hogy a 12.000. évben jön egy megváltó, aki a fény küldötte, aki ezzel a beavató nagy tudással megváltja és legyőzi a sötétséget. Ugye Jézusra ismerünk egyből ebben a történetben, nem véletlenül, majd rá is térek. Na akkor nézzük meg ezt a Mitrász, hogy mit kell róla tudni, a Mitrász kultuszról. Ugye Mitrász a bikaölő, Mitrász azt szokták mondani, ugye egy sziklából született Ahura Mazda által, és azt a kősziklát egy óriás nagy kígyó fonta körbe. És nagyon fontos dolog, ami ide van írva, és a Hénok könyvével is szinte rímel, hogy... Tehát egy kősziklából született az ős eredeti fény megnyilvánulásaként. Egy csodás születést csak a hegycsúcsokon rejtőző őrzők észlelték. Az őrzők valójában a láthatatlan mesterek, vagyis olyan az ős eredeti állapotot megőrzött lények, akiket sohasem érhet utol a halál, akik a következő korokban is tovább élnek, és akiket a felébredetteknek neveznek. Még Adinak is volt az őrzőkhöz van verse például. És ugye Mitrász fogja majd az Mitrász segítségével legyőzni a gonoszt, és a Mitrász beavatás 7 fokozatból állt. Ez a misztérium vallás. És ezt a vallást általában ugye azt mondják, hogy csak férfi követhette, és most megnézzük gyorsan ezt a... És a Mitrász ugye ezen az úton járóknak a szimbóluma. Ez a 7 fokozat a következő, ugye azt mondják az első, holló, mennyasszony, katona, oroszlán, perzsa, napfutó, atya. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ezt felfedték volna előttünk, és ez jó sorrend lenne. Azt kell tudni, hogy a novíciusnak vagy a tanulónak éveken át kellett tanulni, készülni, míg egy-egy szintet tudott teljesíteni, vagy megtanulta azt a szintet, vagy megfelelt annak a színnek. És így szintről szintre haladt, és elért valahova, hogy beavatott lehetett. Vagy megragadt egy szinten. És ez teljesen összecseng a csakrákkal, meg azokkal a szintekkel, amikkel most például ugye a távol-keleti filozófiák foglalkoznak. Ugye a gyökércsakra, szexcsakra, stb. Ezeket a csakrákat valószínűleg ezekre is megegyezik. A bolygókkal megegyezik, a kövekkel megegyezik, a szivárvány színeivel. Tehát valami van ebben a 7-es számban, ebben az egész csakra dologban, ebben az egész Mitrász vallásban, az egész 7-es szám mitológiájában, ami valamilyen útra akar bennünket terelni, amit magunktól nem találnánk meg. Ehhez kell egy beavatás, kell beavatás. Tanító. Egyébként a tártos sem lehetett soha senki, csak egy másik tártos beavatása által Magyarországon. És ezt a 7-es számot vizsgáljuk meg, ugye Ninurta, aki Nimrodnak felel meg, látjuk, hogy bocsánat, például itt legyőzi a 7-fejű sárkányt. Ez egy sumér rajz. Aztán Nimrodról tudjuk, hogy a 7 szintes volt a torony, aminek a 7. szintjén ugye küzdött a
az Istennel, majd megnézzük, hogy melyik Istennel valójában. Akkor innana, ugye akiről szó volt, anyahita innana, meg lehet nézni a sumér költeményeket, alvilágjárása volt, 7 szint volt, ugye, hogy az alvilágba lement, és mindig le kellett raknia egy ruházatát, vagy egy fegyverzetét. Tehát valamiről beszélnek ezek, valamilyen szintekről. A föld száma a 7-es volt, ugye mondtam, és a 7 ágú csillag volt a föld jele. Egyébként ugye a keresztény vallás és ez a judaizmus is mondja, hogy a pokolnak 7 bugyra van, a mennyországnak is a 7. mennyországba lehet jutni. Tehát valamiről mesélnek, amiről igazából nem is tudjuk, hogy micsoda. Egy biztos, hogy a mai tudomány az egyértelműen azt mondja, hogy aki visszajön a halálból, ezek a halál utáni élmények, hogy mindenki a fényből jött vissza. Soha senki nem jött a égő bugyoros pokolból, tűzből vissza. Bárki, aki meghalt, és ugye újraélesztették, voltak itt több, hosszabb, rövidebb után, mindenki azt meséli el, hogy a fény várta őt, és a fényből jött vissza. Na akkor most 2 logikus válasz van erre, vagy mindenki nagyon szent életű volt, ugye, és a mennyekbe jutott, és tulajdonképpen csak ők halnak meg, vagy pedig hazudnak nekünk arról, hogy van pokol. El lehet ezen is gondolkodni, hogy vajon miért mondják azt, hogy van pokol, amikor senki nem jött onnan vissza. És a mi őseink is mindig csak a fényről beszélnek, ahova el lehet jutni, és ahonnan lehet valamit megkapni. Soha nem ijeszgetnek azzal, hogy majd féljél, mert a pokolba kerülsz. Valószínűleg nem, hogy nincs pokol, csak fény van. De hát ezt a mai tudomány ezt meg is állapítja. Gyorsan akkor a mitrászol, a bikaölő mitrászol. Ugye mindenhol a legelterjedtebb vallás volt a világon, de mivel misztérió vallás volt, különböző jelképeket használt. Ott van a nap, a hold, ugye a székely zászló már be is ugorhat nekünk a nap és a hold, már megint itt a nap és a hold egyébként, akkor megjelenik a holló, akkor megjelenik maga ugye a mitrász, mint a napisten küldötte, akkor itt van egy fehér bika, amit megölnek, és itt a vérét szív egy kutya, meg egy kígyó, itt a heréjét fogja egy skorpió. Mi ez? Mit akarnak nekünk ezzel üzenni? Nem tudjuk. Azt írják a könyvek, hogy hát nem tudjuk igazándiból mik ezek. Mit jelentenek? Mi a jelentéstartalmuk? Én elmondom, hogy szerintem mi a jelentéstartalma. Én megfejtettem, csak a sumérokig kellett visszamenjek. Tehát a holló az Nimródnak a madara. Ráadásul ugye a Mátyás és a Hunyadiaknak is a holló volt a madara. Nem véletlenül, majd rátérünk, mert ő is végigjárta, tehát a szakrális királyaink végigjárták a beavatásokat, pont ezt a fénybeavatást. Aztán Apollón madara is, de hát Apollón az ugyanaz, mint Ninurta és Nimród. Lélekvívő madár, 2 világot közt összeköti az Isten és az emberi szférákat. Ez a holló jelképe. De az biztos, hogy a holló az maga Nimród, illetve Ninurta. A kígyó a sumér istenek közül, ugye maga Enki, Ea isten a kígyó. Hiszen a napisten a fény védelmezője. De a kígyó lehet éppen Ningisiddu, aki nem más, mint Thoth, nem más, mint Hermész Trismegistos. Az ő jele is a kígyó. Aztán itt van a skorpió, aki fogja ugye a bikának a heréjét. Ő Isara, Innana, Anyahita, Istár, termékenység, istennő. A bika heréjét ragadja meg. Vajon miért? Hogy a bika le tudjon szaporodni, ne legyenek utódai. Aztán itt van a kutya. Ugye a kutya is hírvivője Gulán. A Gula az Bau, Baba, Ninurta párja, Baba Mária. Tehát érdekes dolgok vannak is, vagy Bau dagasszonyunk innen eredhet Badinyi szerint. És a kutya szintén különböző létsíkok őrzését szimbolizálja. Lélekkísérő a túlvilágra. Vajon ezek a istenek, akiről tudjuk, hogy akár Nimród, akár innen, akár az a mi vérvonalunk, tehát a fény küldötte és a fénnyel van kapcsolatunk, vajon ők együtt miért küzdenek ezzel a bikával? Ki is az a fehér bika, akit meg kell ölni, ugye a termékenységétől meg kell fosztani, vérét kell venni a napistennek? Ki a fehér bika? Ugye itt a fehér bika, ezt tudja valaki, hogy ez honnan van? Ez a Kárpátia együttesnek az egyik CD-jéről van, ugye valószínűleg, hogy Európa elrablása és az EU-sz volt a fehér bika. Miért arany a szarva? A sumérok azt mondják a teremtés mítosz, hogy
Az égből jött bika, ugye a bika az mindig az Isten, isteni vérvonal. Az égből jött bika a szarvával felhasítja a tojást, és a tojás, tehát az ég a tojás, és a belsőben akkor megtermékenyül minden, és innen ered az élet. Ha megnézzük, hogy a naprendszerünk hogy néz ki, amikor az orrfelhő van körülöttünk, az olyan, mint egy tojás héj, szinte lezár minden, és a belsőjében ott a napunk, mint a tojásnak a sárgája. És ha ők bejöttek, nagyon-nagyon érdekes logikus magyarázat van erre, hogy nyilván bejöttek, átszakították a tojásért, és a nap segítsége ugye termékenységet hoztak a földre. Lehet így is magyarázni. Aztán itt van még Szét, mint bika alakjában, Szétisten, és itt van még egy bika New Yorkban, a Wall Street Centernél, egy éjszaka csak valaki oda vitte. Tehát ez a sztori, és odaállította. Az a neve, hogy a támadó bika. Nyilván a Wall Street-en tudjuk, kik vannak. Tehát, hogy valószínű, hogy közük van ahhoz, hogy ezt a támadó bikát oda tették. Mit jelképez a bika? Ugye mondtuk, hogy a nefilimeket jelképez a bika, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, miért kell a fehér bikát nekik megölniük, és kiknek kell a fehér bikát megölniük. Ugye a fehér bika eredetileg, ugye él Isten, ugye Jézus, és hallottuk már ezt, hogy éli szavaktán, él Isten, ugye ő Enlil volt. A Kánaán istene volt. Mielőtt Mózes a népét odavitte és legyilkoltatta a kánaánitákat. Ez a szent ember, akinek az első törvénye az, hogy ne ölj. Kánaán istene volt a fehér bika, ugye él vagy Enlil, vagy Bál. A Bál isten ugye a Balaton szavunkban benne van, vagy még a Decebálban is, ugye a románok ezt jól ellopták, az dicső Bál. Tehát a dahák, dákok, szkíták voltak, nem románok. Tehát a Bál név az nálunk meg a bálvány szavunkban ott van. Tehát ők voltak a Kánaán istenei. Aztán ugye Bál kultikus állata a bika volt. Akkor ez azt jelenti, hogy Bált kell megölnünk, aki a miszkíta népünknek az istene volt? Vagy pedig egyet tudunk, hogy a Héber Bibliában Jahve legnagyobb ellenfeleként jelenik meg Bál. Nimrodhoz hasonlóan. És Bál Kánaánban tisztelt pogányisten volt, és nagyon-nagyon komolyan veszélyeztette Izrael hitét, a Jahve vallást. És annyi történt, hogy el kellett dönteniük az izraelitáknak, hogy mi legyen. Mert a Kánaán őslakói szerint Bál tulajdona volt Kánaán, a szkíták szerint. És akkor ugye el kell dönteni, hogy most Jahve vagy Bál. Nyilván egyértelmű volt a dolog, a szokásos sztori fog következni. Akkor a Bál profétákat halomra ölték. Majd később Jéhu forradalom idején Jezábelt és az egész királyi családot kiirtották. Felszámolták az áldozóhalmokon, ugye a magyar gunhalmok is ilyenek, folyó istentiszteleteket. Báloltárát lerombolták, és Asera, Isara, Istár, Innana, anyahita, napistennő, örökzöld szent fáját kivágták. Ez volt a válasz Jahvénak mindenre. És Jézus ugye, akit a zsidók Nimród unokájának neveztek, az istentelen Nimród fiának a fia, ezért mondta Jahvéra utalva, hogy ti a sátán atya gyerekei vagytok. Egyébként Jahve, Marduk, Ahrimán, Sátán, ez ugyanaz az entitás. És még egy érdekesség. Marduk isten, a Sumér isten, az Akkádok isten, aki Ábrahám istene volt, és ez a Jahve, Marduk isten, neve jelentése napisten borja. Egyébként Marduk Enki fia volt. Szent állata egy fehér bika, és Marduk ellen harcolt a toronyba Nimród. Tehát, akit a mi vérvonalunknak le kell győzni, az a sötétség, az a gyilkolászós Jahve, Jehova, Marduk. És az egész világon láthatjuk, hogy a naptermészetvallás eltörlését, illetve az arra való rátelepedést. Például a sumérokra az akkádok, vagy az etruszkokra a rómaiak. A magyarokkal szemben pedig minden téren tűzzelvassal rátelepednek erre. Nem veszik észre az emberek azt a hihetetlenül egyszerű tény, hogy nem a mindenfajok felett álló teremtő Isten szerettetik velünk, hanem azt a lényt, akire Jézus azt mondta, hogy ti a sátán atya gyerekei vagytok. Nem engedik meg nekünk az emlékezést, már rég elvették tőlünk őseink és a nem zsidó Úr Jézus szeretetét és tiszteletét. Ezért élünk teljes vakságban. Egyrészt itt van ugye Nimród, a mi ősünk, a fény, a nap, a párduc úr, Hunor Magor, és ott van Jahve az ő népével, és ott van
Ugye a bika, ő a bika. És előtte érdekes módon, nem sokkal utána, hogy kihelyezték ezt a szobrot, elé raktak egy másik szobrot valakik. Ezt se tudják, hogy ki. És az a szobor neve, egy lányszobor, hogy a félelmet nem ismerő lány. Azt rakták a támadó bika elé. Tehát valami spirituális háború az nagyon zajlik. És ki lehetett ez a félelmet nem ismerő lány? Mondjuk Innana, aki már egyszer legyőzte a mitológiák szerint Mardukot. És akkor nézzük, hogy miért mondom én azt, hogy Nimrod Ábrahám istenével Mardukkal harcolt. Hát a zsidók maguk írják le. Ugye Nimrodnak az egyik embere a Táré volt. És Tárénak született, ez a zsidók írják. Bocsánat. Megszületett ugye a gyerek, és azt jósolták Nimrodnak, hogy a mágusok, hogy megsokasodik, és hatalmas lesz. Megöli a föld királyait, és földjüket örökségül veszi, és az ő fiai örökévé teszi. Hát Mózes is ezt mondta, ugye, nek az Isten, hogy tietek lesz a föld. Már Nimrodnak megjósolták. Ha Ábrahám megszületik, ez fog történni. És ugye Nimrod megpróbált Ábrahámmal leszámolni a toronyban, csak a toronyban ugye kellett küzdeni a Mardukkal, és Marduk nem engedte, és Ábrahámot elragadta, és Ábrahám ezt túlélte. És innestől kezdve az ábrahámiták, meg a Nimrod népe, ez állandóan harcban áll, illetve az isteneik. És azt mondták, hogy nehogy Ábrahám felnövekedvén megsokasodjon a földön, és gonoszsága elhatalmasodjon ellenünk, hogy gyermekeinkkel együtt elveszünk általa. Mint a kánaaniták például, vagy a pártusok, szkíták, a népünk. És a sumérkált szkít, a mágus papok feljegyzései szerint Mérót, a hős párduc, égi nagy vadász, aki a szkíta hun magyar hanyományban Nimród, magával hozza az égi gondviselési jóságát, a szeretetet, a világos tudást, a bőséget, a jólétet. Tehát Nimród a toronyban Ábrahám istenével is viaskodott, nem a jó istennel. Ezt nagyon fontos megjegyeznünk. És itt van még egy kép, egy sumér kép, ugye, ahogy éppen Gilgamesh Nimród és Enkidu, ugye a neandervölgyi, éppen nem barber fodrászkodik valószínűleg a bikával. Tehát mindenhol üzennek nekünk, hogy baj van ezzel a bikával, a Mardukkal, Jehovával. Amikor pedig Enki látta népének, a napfiainak nagy ínségét, mindig elküldte hozzánk a segítséget, fénylátót küldött, ugye, Zaratusztra, sumír nyelven, fényadó, aki megreformálta az Ízis napvallást. És ez, a szkíta törzseknek ez lett a napvallása. A perzsa mágusok a hét méd törzs egyikét alkották. A királyok kizárólagos jogot adtak a mágusoknak, hogy ugye választhatnak királyt. Tehát ilyen irányítóink voltak, szakrális beavatott irányítóink, fényből jöttek, a fényt képviselték. Zaratusztra, ugye a mér mágus papkirály, fénylátó, fénysugárzó, ugye ő Nimród, a hellének szerint is. Örökségként hozta a földre az isteni titkokat, örökségként, ki hagyta rá örökül? Hát Noé valószínű, ki más hagyhatta volna, és nem Sémre hagyta, és nem Jafetre hagyta. Ők leírják. Auramada a nagyistentől kapott őstudást. Zaratusztra vallásában Jotengri, azaz a jóisten mellé a szűzanyát, anyahitát helyezi. És ez az istenpár állítja a föld életének példaképül. Médnek nevezett elődeinknek ez a jóságos természethite alakította azt a társadalmi rendet, amely a méd mágusok vezetésével lelki nyugalmat, társadalmi jólétet biztosított az állam lakóinak. És nem rettegést, nem elnyomást. És akkor gyorsan megyünk is. Sumeroknál, ugye, akikhez alászállt a királyság az égből, a kusok törzse volt, és a médek hét törzsének az egyik törzsét alkották. És a mágusok készítették fel a perzsa hercegeket a királyságra. A szakrális beavatás által nálunk is nem lehetett király, akit szakrálisan nem avattak be az Árpádházi királyoknál. A méd mágusoknak köszönhetik a perzsák a politikai és civil intézményeiket is. A mágusok királyi rangját jelzi az is, hogy a pártusok a mágusokból választják a királyokat. És ugye a pártus királyokat, akik magukat Mitrász napisten inkarnációjának és a nap és a hold testvérének nevezték, koronázásuk előtt egy barlangba vonultak vissza, ahol szent életű pártus és méd mágusok közreműködésével az kíta misztériumokba avatták be őket.
E megrázó és tisztító szertartás követően három mágus járult az újonnan beavatott trónvárományos elé, hogy értékes királynak kijáró ajándékokkal, mint egy lélekben újszülött gyermeknek hódoljanak. Hát nagyon jól tudjuk, hogy ugye Jézus pártus herceg volt. Neki is ment a három király, ugye, ahogy a Bibliában a három mágus járult hozzá, mert ő volt a fényküldött, hogy hódoljanak neki, mint fényküldöttnek és hercegüknek. Nyilván ez volt a zsidók legnagyobb problémája vele. És Poncius Pilátus éppen azért mondta, hogy én nem ölöm meg, mosom kezeimet, mert nem mert hozzányúlni, mert a pártusok nem sokkal azelőtt jól rommá verték az egész hadseregüket Crassusostól meg fiástól együtt. És ő a pártus hercegünk, aki Adia Benei Mária gyermeke volt. Adia Bene, az Adia Benei királyság az Ararát hegy tövében van, a Vantó Ulmiató környékén, ahol Noé kikötött a bárkájával. És innen erednek a szkíták, minden innen ered. Milyen érdekes, hogy ő is. És még a Árpádházak is. És Kajafás azt mondta, ha az ő emléke megmarad, az ő népe magára talál. Az ő népe, aki mi vagyunk, nem a zsidók. És ez nem antiszemitizmus, ez a tény. És ugye nagyon érdekes, hogy Jézust az ördög megkísértette és felvitte egy hegyre, és azt mondta neki, hogy nézd a világot, ezt mindet neked adom. Hát azért mondhatta ezt, mert ő uralkodik most. Ugye, ahogy Ahura Mazdáik is mondták, az Akrimán az ármány van a földön. Hát ők tudják. Ez az entitás uralkodik. Azt mondta Jézusnak, imádj engem, mint mondjuk a rómaiak, és akkor tied az a föld, neked adom. És ő azt mondta, hogy én csak az én uramat imádom, és onnastól kezdve angyalok jövőnek hozzá, és szolgálnak valanéki. A pálos szerzetesek mindig az angyalok birodalmában jártak, és az angyalokkal beszélgettek. Majd sort kerítünk rá mindjárt. Ugye, és Ábrahám a ti atyátok, azt mondja Jézus, Ábrahám a ti atyátok. És örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Tehát ők értettek ezekből a szavakból, hogy mi mit jelent. És a zsidók mondták, hogy ő az istentelen Nimród vérje Jézusról. És Jézus mondta, hogy ti az ördögatyától valók vagytok, aki emberölő volt a kezdetektől fogva, és nem állott meg az igazságban, és a hazugság atya. Tehát akkor gondolkodjunk el, hogy mi vajon hova tartozunk lelkileg. És akkor gyorsan ugrunk megint egyet. Mondtam, hogy itt van ugye ez az Adia Benei királyság, ami a szkítáknak a származási, főszármazási helye. És nagyon érdekes, hogy mi közünk van akkor ehhez. Urunk megtestesülésének 819. esztendejében ügyek szkítjának Magó király nemzetségéből való igen nemes vezére Dentumagyariában feleségül vette az Adia Benebeli vezérnek Emese nevű leányát. Ettől fia született, akit Álmusnak neveztek. Tehát az Adia Benei ház, az Árpád ház, és az Adia Benei ház, tehát Szűz Mária háza, az rokonságban van. Szkíta, szkíta. És Jézus és az Árpád háziak rokonságban, vérrokonságban vannak. Tehát ez a Nimród vérvonal még mindig. Tehát a fénytest, meg a fényküldött, az végig jön ezen a vérvonalon. Egész az Árpádháziakig. És ugye, amit el akarnak titkolni, ez a vérvonal. Noétól egészen Gézáig. Aztán meg is szűnt az Árpádház, meg kiirtották. Mint ahogy minden mást, ugye letörték az aranyágacskát. És a Tari Üngürüsz, ugye az, a magyarok története, ők őrizték meg. A miénk nincs megőrizve, mert mindent eltüntettek. Ugye legutoljára Mátyásnak a könyvtárát. Aki ugye hollós volt, és amikor meghalt, két oroszlánja volt, és üvöltöttek, és azok is meghaltak a esztergomi várban. És akkor nézzük gyorsan a napból öltözött boldogasszonyunkat, nagyboldogasszonyunkat, anyahitát, istát, innint, innanát, rengeteg neve van, Vénuszt, Enéh, Ankisza. E fényvallás középpontjában, amiről beszéltünk, anyahita, a fényszüze, a kárbabiloni birodalom, Annunit istennője állt. A Sumír boldogasszony szó összetételből származó égi földi szereplő boldogasszony, esthajnal csillag. Ugye két fő csillagképe van a magyarságnak, a Nimród, a vadász és az esthajnal csillag. Ez a két fő, Nimród és Innana. A jele a nyolcágú csillag. Nagyon fontos, mert nézzük meg, ugye ezen a kép,
Bocsánat. Ezen a képen ugye itt van Innana, és ott van a csillag, az esthajnal csillag, az oroszlánok húzzák, két oroszlán az mindig ott van, vagy egy, vagy akármennyi. És nézzük már meg a székely zászlót. Ugye azt mondjuk, hogy a nap és a hold. Igen, de ha megszámoljuk, hány ága van ennek a napnak, ennek 8 ága van, mindegyiken, tehát a 8 ág ott van. Aztán nézzük meg, ugye itt a 8 ágú csillag, nézzük meg a pártusokat, ott van a 8 ágú csillag, meg a holló, a pártus jelvény. Nézzük a hunyadiakat, ott a holló, Nimrod madara, ott van a hold és benne a 8 ágú csillag. Miről tudtak őseink, a királyaink, akiket szakrálisan, folyamatosan beavattak nemzedékről nemzedékre? A legősibb titkokról. Egészen ugye Noétól, meg Nimrodtól kezdve. Egy kelta váza, ugye a kelták is rokonaink úgy néz ki, hiszen ugyanazt az istenanyát imádták. Anyahita szerepel itt az ábrázoláson, és nagyon fontos fejdíszén, tehát itt látható, a sztyeppék fenséges ragadozó madarával, amely a naptól, napistentől származás őshithét volt hivatott hirdetni a világnak. Anyahita a vízistentő, akinek a vízistennő, akinek kerecsen sólyom a totem állata. Honnan van a turul madarunk, a szent madarunk, a kerecsen sólymunk? Menjünk vissza egész Sumérig. És ugye az ő testvére volt Utu Szamász, a napisten, és a mennyek királynőjének is nevezték. És akkor megyünk gyorsan. A Mérótnak volt egy Ankisza nevű felesége, kitől két fia született, az egyiket a Magornak, másikat Hunornak hívták. Ankisza nevének sumér jelentése égföld szülte. Ő az, aki az ég és a föld között közvetít. Ő anyahita az Anunnakik nyelvén, Innana. Egyértelmű, hogy ki a mi ősanyánk. Ki a napatyánk, ki az ősanyánk. Hát nem Jehova, az hétszentség. Egy másik idézet. E király Szkitesz utódai közt ugye volt két kiváló, az egyiket Palosnak, másikat Napusnak hívták. Hát a Szkita, ugye a Szkitesz, az Nimród. És a Nimród, Palos, Napus fia, Hunor, Magor. Nagyon fontos, és nézzük meg ezeket az ábrázolásokat. Akár Egyiptomra megyünk vissza, akár a Turulunkra, a Rakamazi Turulra, akár a Sumérokra. Tehát lejön ez, hogy van a Turulmadár napjelképpel, és ugye két ág van itt, két oroszlán, két fia, két gyermeke. A magyarokról van szó. A mi származásunkról van szó. Amiről mindent összehazudoznak a világon. Teljesen tiszta sor, hogy kik vagyunk, és kitől származunk. És akkor ugye itt van a Nimród dág, a Nimród hegy. Mindent hazudoznak, hogy kié. Egyértelműek az ábrák, egyértelmű, ugye Nimród, Ankisza, Enék, ugye a két fia, Hunor, Magor, ott van a sólyom, ott van az oroszlán, ott a égi tűzoltár. Miről beszélünk? És itt van még ugye a Pilis. Vajon mi köze van a Pilisnek mindehhez? Ugye vannak legendák, hogy Nimród teste a Pilisben van, és amikor majd Nimród hollói leszállnak, akkor a Pilisben történik valami. Vagy más valami van a Pilisben. Mi vajon? És miért akarnak most oda Lokártól áramást? Minden fél évben megkísérlik, hogy ott valamit lekerítsenek, és ott elkezdenek furkálni. Mit keresnek vajon a Pilisben? És akkor gyorsan ugrunk egyet második Andáshoz, ugye második Andásunk, ugye Jeruzsálemi Andásnak nevezik, az 5. keresztes hadjáratban ő lett Jeruzsálem királya. Úgy, hogyha ismeritek a keresztes hadjáratokat, mindegyiknek az volt a lényege, hogy a Vatikán elküldött egy csomó embert, akik vagy öltek, raboltak, vagy őket ölték és rabolták, de a végén minden kudarccal végződött. Tehát egy tragédia volt, és ráadásul legtöbbször keresztény embereket öltek le. Vagy leöltek ugye ártatlan embereket Jeruzsálemben. Egyébként Jeruzsálem, Sólyomváros, Urusolyma, Hierosolyma, héberül semmit a világon nem jelent. Szkítául Sólyomváros jelent. Nagyon érdekes. És még egy dolog, egyetlen egy van a világon még, aminek ugyanez a neve, hogy Hierosolyma, Hiroshima. Ez egy külön történet, és tudjuk, hogy mit dobtak le oda. Vajon miért, és miért pont akkor. De ez csak egy kis kitérő, egy érdekesség. Akkor nézzük ezt a második András. Ugye ő adta ki az aranybullát majd utána,
Nagyon érdekes, 7 példány készült az aranybullából. És a címerét nézzük már meg. Ugye ez az árpádsávos címer, számoljunk. Ugye azt mondják, hogy a csíkok azt jelentik, hogy napfiai és holdfiai. Összesen 8 csík van, ugye a 8-as szám az mondjuk innen a számának megfelelő. Aztán 7 oroszlán van rajta, a 7-es szám is megvan, mint szent szám. És megvan a 3-as számunk is, ugye, ami szent számunk, atya, fiú és gyermek. Tehát minden tartalmaz ez a címer, és sokkal régebbi, ősibb, mint amiről mi gondoskodunk, és nyilván nem nácikok csinálták. A következő, hogy az 5. keresztes hadjáratról annyit, hogy második András, aki többször kiátkozott a pápa, második András elment oda a hadseregével, vér nélkül Jeruzsálem királyává választották, értette az ottaniak beszédét, és testvérként fogadtak bennünket az ottaniak. És utána hazahozta a seregét, veszteségek, szinte veszteségek nélkül. És úgy lett ő Jeruzsálem királya. És annyit kell még tudni, hogy ekkor hagyott ott szerzeteseket. És ezek a szerzetesek, valószínűleg úgy azt írják itt, hogy a pálosok, egy része felvonult az elhagyott tábor hegyére. A hegy alatti barlangokban magyar vonatkozású feliratok is vannak mái napig. Mit kerestek ők a táborhegyen, ami Galileában van egyébként, a gólyok földjén? És furcsa ez a táborhegy, mert a Bibliában is szerepel Jézussal kapcsolatban. És a magyar pálosok őrizték ezt, aztán ott ástak, barlangokba levonultak, milyen érdekes, megint megjelenik a barlang. Aztán valamilyen indítatásból ez a Biblia szultán az összes szentét leromboltatta, és a szerzeteseket legyilkoltatta. 400 évig senki nem mert oda felmenni utána. Mi van azon a táborhegyen vajon? Ugye itt a táborhegy Galileában, és a táborhegy valamikor bikakultusz zajlott a táborhegyen. Ez a neve is Bika hegy, a Bika hegye. Ki volt a Bika? Bál. Elnél Bál, a kánaát és szkíták istene, akit Jehova legyilkoltatott, eltüntetett. Azon a hegyen az folyt, és a magyarok visszamentek, és most is van benne magyar vonatkozású, barlangok vannak benne. Vajon milyen misztérium zajlott ott, amiért fontos volt, hogy ott legyünk? És mit hoztak onnan haza a pálosok? A táborhegy azért is fontos, mert Jézusnál, ugye a Jézus színeváltozásánál ezt megemlítik. Görögül ezt a színeváltozást úgy mondják, hogy metamorfózis, vagy latinul transfiguráció. Találkoztunk már ezzel az elején, ugye ez a metamorfózis szóval. És Jézusról annyi van itt, ugye, hogy felvitte őket a magas hegyre, a táborhegyére, és a szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap. Ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Nem találkoztunk már ezzel? Noénál, Nimródnál és a Jézusnál. És az összes valakinél, aki ezt a vérvonalat örökíti. Ez egy érdekes dolog. És akkor ugrunk a pálosokra, a Pilisbe. Ami nagyon érdekes, azt mondják, hogy a Pilisben őseink ott fekszenek fedetlen kőkoporsóikban, romlatlan holttesttel. A Pilisben. Mi történt a Pilisben? Milyen beavatás történt ott? Mi zajlott ott vajon, amit a pálosok végeztek? És a pálosok, ugye, ott a jelképük, a jelvényük, ami egy sumér. Ez meg egy sumér. Teljesen ugyanaz. Vajon mit tudtak a pálosok, amit örökítettek, és amit végeztek? Ugye a pálosokat 7 remetéből hozták létre, Boldog Özséb 7 remetéből annak idején. És a pálosok ősi tudás őrző táltosok voltak. Olyan utakon jártak, amely ösvényeken a közönséges halandó ember nem jár. A halandó világból kivezető úton jártak. Ősei titkát őrzik, fehéren, tisztán, bölcsen, kiválva, míg felnő egy új nemzedék, a sok mélyre ásott igazság tiszta lelkű befogadására. A pálosok, a polkorrekt verzió, hogy ez arról szól, a Vatikán miatt ez fontos volt, hogy ők a remete, tébai remete Szent Pál örökösei, és az ő teste fekszik a Pilisben. Ugye ez is érdekes, mert a tébai remete Szent Pál, ugye Téba, ugye, meg Karnak, Luxor, ott azért tudjuk, hogy a királyok völgyében ott azért micsoda misztériumok zajlottak, és ugye a mumifikálás, meg az összes többi, az ott nem volt attól idegen. De van egy másik verzió, mert azt mondják, hogy megkettőztük a járandóságunkat.
Van egy sokkal nagyobb titok a pálosoknál, az pedig a pálus napos. Pálus napos. Mi van, ha ez a pálos az, a holttest, Nimród fiájé, ami a pirisben van, és amit nem szabadod megmutatni, csak a beavatott szakrális királynak, mindenki más meg is öltek hozzáment. És ezért háború folyt, harc volt, elrabolták a holttestet, nagyon érdekes története van ennek. A igazság valószínűleg az, hogy pálos Hunornak, vagy Magornak, vagy esetleg még Nimródot is elhozhatták idáig, a holtteste van itt, romlatlan holttest. A pálosok beavatásáról azt mondják, hogy hát a barlangokban folyt, ugye évekig tartottak a szintek, amiket teljesítettek, és a végén, ugye, mint Egyiptomnál, mint sok más helyen, be kellett feküdni egy kőkoporsóba 72 óráig. Ez a 72-es szám megint megjelenik, ugye. És aki ezt túlélte, átment talán, onnastól kezdve már alvásra sem volt szüksége, és egy csomó minden történt. De ehhez a beavatáshoz egy nagyon-nagyon hosszú utat kellett végigjárni. Ehhez a tártos beavatáshoz. Ebben a beavatásban Mátyás király is részlet, ő volt az utolsó, akit beavattak. Ő is azt hiszem ötös szinten volt, tehát most én nem tudom, csak ezt láttam valahol leírva. Tehát valami történt még a pálosoknál is, és a szakrális királyoknál is, ami örökítette ezt az ősi tudást és a titkot. Ami a fényhez juttat bennünket, vagy az örök igazsághoz. És nyilván a vezetőinket tudták csak beavatni, a szakrális királyainkat. Nyilván ezért kellett őket megölni és kinyírni az egész Árpád házat. Találkoztunk már ugye a piramisban ilyen beavató szarkofággal, ugye, hát nyilván nem a fáraót temették oda, nem temetkezési hely volt. Állítólag ugye, ha Jézus is beavatott volt, és nyilván volt Egyiptomban, járt Egyiptomban, ő is kapott beavatást, ilyen jellegű beavatást. És ugye itt van ez a nagy szarkofág, és azt mondják, hogy ez az Ápisz bikáknak, a bikáknak volt a szarkofágja. Hát tudjuk, hogy a bikák azok a istenek, azok a nefilimek, óriások. Tehát egy állatnak miért csináltak volna ilyen nagy munkával ilyen szarkofágokat? Valószínű, hogy mondjuk a Nimród féle óriásoknak a beavatója volt, vagy Ízisznek. Csak hát nyilván ezt már sose fogjuk mi megtudni, de valószínűleg egyszer azért csak megtudjuk. És mi az oka annak, hogy az egészet titkolni kellett, meg el kellett tüntetni, meg azt kellett mondani, hogy remete Szent Pál a mi ősünk, vagy arra vigyáztak a pálosok, mert jött a Vatikán, nyilván a Jehova Istenükkel, és azzal az igazsággal, amivel mi tudtunk, és amiatt mondjuk a templomosokat is ki kellett végezni, akik szintén tudták az igazságot, és nagyon sok templomos dolgot bújtattak még a pálosok is, az, hogy itt idejött mondjuk ez a Teuton János, akit a nép ugye, a német néven emlegetett, és innestől kezdve tűzzel vassal írtották a tártosainkat, a rovásunkat, mindenünket. A Vatikán mindig megtett mindent, vagy az inkvizíció által, vagy a tatárokat küldte ránk, vagy a törököket küldte ránk. Tehát ne tévesszen meg bennünket az, hogy a Vatikán kicsoda valójában, és mit akar velünk. Tehát ő volt az, aki tűzzel vassal ezt el tudta érni, és nyilván örülhettek is, mert az Árpád házat sikerült kiirtaniuk, és ezzel valószínűleg ők azt hitték, hogy vége is ennek a fény nemzedéknek, a turul nemzetséget sikerült eltüntetniük. Hát van egy jó hírem, azért nem hiszem, hogy sikerült volna. Ugye Attiláról van szó, ugye a Istenek kegyelméből Bendegúz fia, a nagy magyar unokája, ugye Engadiban nevelkedett, hunok, médek, gótok királya, földkerekség fejedelme, ijedelme, Isten ostora. Tehát ugye Attila is ilyen beavatott volt, és nyilván a médeknek is volt a király. Hát mi közünk a médekhez? Hát tudjuk, hogy mi közünk van hozzájuk. És akkor ugye a turul nemzetség aranyága az eltűnt, kiirtották. Tehát talán ugye még a Árpádház kiolása után még Mátyás volt az utolsó szakrális király, de onnastól vége. Azonban volt egy másik ága Attilának, hiszen a Csaba királyfi az a legfiatalabb gyereke volt. Hát Attilának nagyon sok utóda volt, sokkal idősebbek is. Szenyorátus által pedig ráadásul még joguk is lett volna az uralkodáshoz. És ezt a vérvonalat, amiről nem beszélnek, mondjuk Aladár vérvonalát, ez a Gutkeledek nemzetsége. A Gutkeledeké, aki Rákócziakat, Bocskaiakat, Batthyányiakat, Dobó István, Ady Endrét adták az országunknak. Mind Gutkeled nemzetség.
Miért nem hívják őket úgy, hogy, ugye, hogy ráismerjünk, hogy Attila vérvonala? Mert akkor őket is kiirtanák, kiirtották volna, mint az árpádháziakat. De ez a vérvonal megmaradt. És ez viszi tovább ugye ezt a nimródi örökséget. A egy Gutkelet az kétszeresen joga lehetett volna a trónhoz, hogyha mondjuk egy árpádházinak egyszeresen. Miért kellett őket elrejteni, átnevezni, kitörölni a krónikákból? A párosok ezt megtették, megmentették őket, elrejtették őket, meg vissza is hívták egyébként őket annak idején. Azért, mert a pilisi szakrális központban az elrejtés, menekítés már a 12. század elején megkezdték, pontosan az inkvizíció miatt, meg a Vatikán miatt. A menekítés a legfontosabb szakrális kincs menekítésére irányult. De mi lehet nagyobb szakrális kincs, mint Attila élő vérvonala, Nimród élő vérvonala? Mi lehet értékesebb, mint a több ezer éves nemesi múlttal szakralitással rendelkező nemzetségek átmentése a történelem viharában? Tehát át lett mentve a nemzetségünk a Gutkeledek által. Nem halt ki ez a vérvonal egészsége, de igaz? Jó Isten szóljon belőle. És ez egy nagyon nagy titok. És akkor a turul nemzetségről még egy pár szót, ugye, ez a turulai nemzetség, és nagyon érdekes, hogy az érmelléken van neki, vagy volt neki az egyik birtoka, Berettyó Széplak és az érmellék között. A Gutkeled nemzetség volt a középbirtokosi réteg, akik közötte helyezkedett el. Ez nagyon fontos. Tehát a történelem is igazolja ezt, a Gutkeledek és a turul nemzetség, ez azért együvé tartozik. És ez azért fontos, mert én Pocsajból érkeztem a Barna barátommal is, meg a több mindenkivel, és ott még máj napig vannak mondjuk ilyen napszentély, van ugye lányvárnak nevezett nagyon ősi árpádháziakra visszavezethető ugye várrendszerünk, alagútrendszerünk, sok minden van ott, de senki nem akar ebbe belebonyolódni, mert még véletlenül találnák valami olyat, ami miatt mondjuk felhördülne az MTA. De van ilyen egyébként, amit találtak. Például itt van egy sumér szekér, napszekér. Ez a Pilisben talált budakalászi napszekér. Ez meg Pocsajban talált napszekér. Semmi közük egymáshoz valószínűleg. Ilyen rengeteg van nálunk. Ástak is ott, kiszedtek egy csomó cseletet, aztán vissza, és sose többet nem jöttek vissza. Hát nyilván. Maga a név jelentése is, ugye ez három település van ott, Pocsaj, Pócsa, Ócsa, Óenergia Központ, ez a Barnus könyvéből idézek én most. Aztán ott van Kismarja, Samarja, régi nevén, Sumérárja, vagy Esztár, Istár, nem is kell mondani. Tehát ilyen ősi neveink vannak. Hát Erdélyben ugye máj napig ők tudják a sumér rokonságukat és kapcsolatukat, az erdélyek is. És hogy ennek van valami valós alapja, megint hozok egy pár ilyen olyan szemét, aki erről beszélt. Ugye itt van ugye 6. Pál pápa, aki azt mondta, hogy a Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendíteni a magyarság valós őstörténetét. Ezt ő mondja, a pápa, nem én, egy egyszerű hatházi tanító. A történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt nem ismeri az európai közvélemény a történelmi küldetését. Hát látjuk, hogy identitászavarban Európa. És átrendezésre kényszeríteni a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag rojális megértésére. Miért ne lennénk rá érettek? Vagy megtudnánk, hogy hazudtak évszázadokig, évezredekig? Hát arról szól, értsünk belőle. Napjainkban még feszültségeket kelteni az iratok közzététele, de el fog jönni majd az idő, amikor őszinte tisztelet és csodát fogja övezni a magyarságot. Csak nem tud Ahura Mazda jóslatáról. Aztán ott van az indiaiak, a szentiratok, a szakák, szkíták népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt, elsőnek Nimród népet ér magához, és utána többi. Nekik se hiszünk? Hát ők aztán igazán belelátnak a régmúltba. Vagy ott van Pió atya. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Milyen madár repülhet ki? Honnan tudják? Hát onnan, hogy tudják, hogy a DNS-ünkben, genetikánkban hordozzuk. Meg fog születni. Hát a görögök is tudták, hogy megszületik majd Héraklész. Hát persze, hogy tudták. Főleg az istenek, akik ezt megcsinálták.
Imígyem a magyarokat, tehát irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyal, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országunkra. Hát kiről beszél? Anyahitáról, Innanáról, boldogasszonyunkról, vagy mondjuk Szűz Máriának. Mindegyik arról beszél, amiről én most felvázoltam az egészet. Miért nem hiszünk magunknak? Érezzük, hogy ez az igazság. Mi közünk van Jehovához? Azért, mert azt mondják. És akkor szeretnék még egy kis szöveget gyorsan felolvasni. Ezt egy filmből rendeztem, de... Egy filmből szedtem, de nagyon érdekes. Ugye mondtuk, hogy a kelták azok is rokonaink, a druidák, hasonlók, mint a tártosok. Ez a Britannia című film elég ilyen kis érdekes film, de a végére odahúz egy jó. Tehát ha valaki figyelmesen néz, akkor van mit tanulni belőle. És ugye az istenekről szól. Eki zenét hoztam, hogy egy kicsit a feszültséget oldjam, mert nagyon sok mindent mondtam most. A magyarok madaráról szól, ugye a turul nemzetségről. Bár... látszólag semmi köze nem lesz ahhoz, amit olvasok, de szerintem mégis. Az istenek útjai titokzatosak. Vakon bolyongunk a sötétben, az utunkat követve, azt remélve, hogy egy nap meghalljuk a hangjukat. Néha elveszítjük az utat, néha az út visszafordul. Nem tehetünk mást, mint hogy reménykedve megyünk tovább. Vakhittel, lépésről lépésre. Miközben némán figyelnek, nézik, ahogy küzdünk, hogy a kedvükbe tegyünk, hogy megkapjuk a fényüket. Mindenki választott szenved, mindenki. A fájdalmuk az istenek öröme, a könnyeik az istenek nevetése. Csak általuk hallhatjuk az istenek hangját. Sosem ismerhetjük meg a csodát, és csak az istenek tudják, hányszor járták végig mások ugyanezt az utat. Mert amikor az istenek választanak, a választásuk az elveszettekre esik, a kétségbe esettekre, az elhagyottakra, az elfelejtettekre, a névtelenekre. Mert csak ők ismerik az igaz ösvényt, amely az odaáthoz vezet. Csak ők képesek meglátni az igaz jövőt, az igazi látóhatárt. Köszönöm, hogy meghallgattak, és áldás minden igaz című magyar emberre. Köszönöm.